Szeretettel és nagyon tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Összefoglalót láthatnak a Bicske Seregélyes megye első osztály férfi kézlabda mérkőzésről. A két csapat összeállítása, vendégegyüttes Mágó Armand, Nagy Imre, Almási Ferenc, Vég Olivér, Strasburger Szilárd, Lázár János, Vitéz Gábor és Pinke József, valamint Zámbó Máté és Sárköz István, a csapat megbízott játékos edzője Erdélyi Miklós. Együttesünk az alapösszetételbe kezd a játékot. Németh Levente, Ádám László, Kis Tibor, Lizalenz Gábor, Nyúl Gergely, Molnár János, Sulman Péter, Nánás Imre, Kutrik Péter, Pötördi Lajos, Mojzes János, Pap Attila, Smell Gábor és Molnár László a kapuba, Smell és Molnár a két kapus. A csapat edzője, játékos edzője Ádám László. No kérem, és ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés. Sárga felsőben a Bicskei csapat játszik, és kékben a Seregélyesi gárda, mint már mondottam, egymás elleni mérlegünk nekünk kedvez, és itt van már is az első Bicskei gól. Kutrik Péter volt a gólszerző. Egy jó bejátszás, mondom én, de már semmi, mert Molnár a kapuban remekül véde, és egy hosszú indítás. Így is van, itt van. Főleg a feleségekből álló kis gárda jött össze, és íme itt a gól. Gólszerző Almási Ferenc, aki jelenleg megyei gólistán 18. helyet foglalja el. Hát Kis Tibor a harmadik 23 gólal, és ott az újabb gól. Lizanec Gábor 18, Nyúl Gergely, és így is van, itt a gól. Németh Levente, Lizanec, Németh Levente, Németh, Pötördi megy föl, és kapus véd, Nánási szerzi meg, Nánási viszont bevágja. Remek ez az indítás, Schulman Peti, és itt az itzer, így is van, szép volt Peti. Próbálják lassítani a játékot, és egy gól. Zámbó Máté a szerzője, és ezzel 6-3-ra módosul az eredmény. Csőregi László és Csiszár Ramona a mérkőzés két játékvezetője a védőfalban. És egy átlövés, jó sánc, jó. És éme Kis Tibor első gólja. És újabb labda szerzés Németh Levi Zitzerben, és nem tudta bedobni. Remekül védte ezt a lövés Sárközi István, a vendége kapusa. Leggól erősebb vendégjátékos. És itt az itzer, Lázár János, szép ütés, így 7-4-re jönnek fel a vendégek. Németh, Pötördi, Nánási, támadásban ők vannak bent, tehát a Lizanec. És egy váratlan lövés, Sárközi pedig jól véd. Közben Kutik is a pályán. Nánási, Németh Levi, Levi! Hatalmas lövése, fölé száll. És könnyű zsákmánya Molnárnak. Jó az indítás. Schulman egyedül fejezi be, így is van. Szép volt. Lépéshiba, egy jó indítás. Németh Levi, itt az itzer, így is van. Ezt már bevágja Levi. És ezzel 9-4-re módosul az eredmény. Egy újabb helyzet, és egy újabb gól. Németh Levente, jó voltából megvan a Bicskei csapat tizedik találata. 10-4-re vezetünk. Vég. Kötördi. Kis. És ott egy bejátszott labda. 7 méteres a Bicskei csapat javára. Kis Tibor be is vágja annak rendje módja szerint. És ezzel 11-4-re vezetünk. Nagy Imre. Egy eladott labda. Jó ez az indítás. Remek, itt az itzer, és nincs bent. És itt az itzer, így is van. Kutrik megszerzi első gólját ezen a találkozón, és 12-4-re vezetünk. Kis Tibor és Sárközi. És így is van, ott a helye a labdának. Kende szerez labdát, Mojzesnek, jó ez az indítás.
Mojzes elhagyja a labda, oda kerül Schumannhoz, aki bevágja. Nagy adogatás után Vég kapja vissza, Vég megy föl, de Molnár remekül véd. Itt az ittszer, úgy is van, és megszerzik a ötödik találatukat a vendégek. És itt az újabb vendég találat. Zámbó Máté volt az újabb gólszerzője. 14-6-ra jönnek föl a seregélyesiek. Nagy Imre indul el, és próbál gólt szerezni, de lövése mellé szállt. Rizanet. És egy lövés, de remekül véd sárközi. Hoppá, ott szétnyíltunk. Egyben szép védés. Molnár Laci részére egy hosszú indítás. És üres a kapu. Mojzes itt az ittszer, így is van. Szép volt. Mint újonc játékostól, ez bizony nagyon szép eredmény. Vitéz Gábor is a pályán négyessel, el is veszítik. Egy gyors indítás. Kis Tibor, ajaj, ezt akár egyedül is befejezhette volna Kis Tibor. Lizanec most egyedül fejezi be, és hatalmasat taszítottak Lizanecen, de a játékvezető sípja néma marad. Na nézzük, Nagy Imre és Molnár Laci párviadalát. Egy de szép védés! Nagy Imre lő, és kapufa felső lécét érintve hagyja el a játék teret alaszti. Rizanec, Mojzes egy az egybe, és meg is veri ellenfelét, és remek gól dob, hiszen a kapus fölött, a kezei között dobja be a labdát, és szerez gólt csapatunknak 16-6, most már közte 10 van. 3-1 ellen, és itt az ittszer. Így is van, szép volt, Németh Levi bevágja, kegyetlenül kihasználja, Sárközi István pedig ordít a csapattársakkal, hogy miért állnak meg. És jó ez a sánc, bizony, hogy remek volt. Ajde szép védés újból Molnár Laci részéről. Német várja labdát, kapja is. Itt az ittszer Nyúlgeri, így is van. Kicsit ki is van a kapus, hiszen lement, most üres a kapu. És azt a mindenit, és kivédi Német lövését, hihetetlen. Kimegy az oldalvonalhoz, beszélget az edzővel, és mire visszaér, bravúrt hajt végre Sárközi, a vendégek kapu védője. Hihetetlen pali ez a kapus. És ebben a pillanatban vége az első játékrésznek. 18-6-os Bicskei vezetéssel vonulnak le pályáról a csapatok. Hétméteresre mutat, amelyet Mágó Armand fog elvégezni, de a második félidő első pillanataiban 18-6-os Bicskei vezetésnél. Hát igen, a megyei góllövő listán második helyen tanyázó Mágó Armand góljával szépítenek 18-7-re a vendégek. Most egy kicsit összeszedettebbnek tűnnek a vendégek, kicsit akarják azt a gólt, illetve a fölzárkózást. Jaj, ez a lövés jócskán fölőszel, amelyet Vég Olivier eresztett meg. Majd a nagy bejátszás, és ott a gól, így is van. Mágó fölmegy, és blokkba lövi a labdás, mert pedig remekül véd. Lizanec, Kende, és egy lövés. Hát igen, Kötördi. Lajos suhintotta rá a labdát, de lövése mellé szállt. Egybejátszás és egy pattintott lövés. Vitéz volt az, aki kapura szúrt a labdát, és Melgabi a kapuban. A vendégeknél pedig Mágó Armand végzel a büntetőt. Így is van, és bevágja Rizanec. Rizanec próbálkozik egyedül, ki a labdája. Úgy is van, egy nagy gól onnan, bal oldalról. Kis Tibor volt a gólszerző, és ezzel a kis találta már 28-ra vezetünk. Emberhátrányban játszunk. 28-as vezetésünknek jó bejátszás, és 7 méteres, igen. Mágó Armand és Molnár László, és Laci lábai alatt bepattintja,
az újabb vendég találatot, Mágó Lizanec. Kistő kapta vissza, Lizanec egyedül próbálja, megjátszom rá. Nem, és ott az itten, jól Geri, és becsorog a labda. Szép volt, Geri, szép volt. Mágó kapja, egyedül próbálkozó, ajj de szépen tördve, és szerzett gólt. Vég, és Zámbó kiteszi oda jobbra, és ott az itszer. Bizony, a kis örökmozgó Pinke József, aki eddig 7 meccsből 6 gólt szerzett, szépít, megszerzi csapatának a 11. gólt. Lizanec kapja vissza, megy föl, lepatítjadat, és övés pillanatában nagyot kapott. A tavalyi bajnokságban 30-23-ra győztünk, először idehaza pedig 23-22-re. Mágó, nagy megy föl, és lő hatalmas gólt. Hát igen, nagy, ha fölmegy, akkor bombaerős dobásaival retteghetnek az ellenfelek kapusai. Kis Rizanec, német egyedül vállalja, így is van, szép volt, Levi. 22. Bicskei találatot láthattuk, Pötördi. Ő kapja vissza, német, Lizanec kikisnek, kis pedig kilövi a hosszút, így is van. És elveszítik a labdát, jöhetünk. És nincs gól, azt a mindenit. Lizanec ugye mutatja, hogy szabálytalankodtak ellene, de játékvezető sípja néma maradt. Lizanec, német, jó a passz ki jobbra, és Kende át balra, és még mindig ott a helyzet, de már kis az oldalhálót talált el. Mágó gól helyzetben, és a kapus véd, de ehhez az kellett, hogy Kende szabálytalankodjon. Mágó Armand a büntetőnél, Smelgabi, és nincs benn, és jön is ki a labda. Itt az itszer, igen, hát ezt már kihasználta Mágó Armand, a vendégek legjobb játékosa. És Mágó kerül helyzetbe, és becsavarja Cunderrel, ez igen, ez egy szép alakítás volt Mágó részéről. Most jól járatjuk a labdát, kicsit gyorsítjuk, Pap ki jobbra, Kende törve egyedül, és szép gólt szerez. 24-14, Zámbó Vitéz mellett elmegy, és egy áttövés, és egy hatalmas gól, bizony. Almási Ferenc szerezte, Mágó Armand 8 meccsen 68 gólt szerzett, ez 8,5-ös átlagot jelent meccsenként, ez rettenetesen jó, övé itt a két csapat közül a legjobb átlag teljesítményt nyújtó játékos teljesítmény. Közben gólhelyzet, igen. Pinke József szerez újabb találatot, és ezzel 24-16-ra jönnek föl a vendégek. Próbálják azért csökkenteni ezt a hátrányt a vendégek. Egy újabb átlövés és egy újabb gólt. Almási Ferenc újabb gólját láthattuk. Német, jobbra, ott az itszer Pop előtt, a kapus védi. Úgy is van, remek volt ez a gól. Kis Tibor volt a gólszerző, 25-17-re módosul az eredmény. Mágó, egy az egyben Mágó újabb cundárjének, nem dőlbes Melgabi. Mágó, újra egy jó bejátszás és ott a gól, azt a mindenit. Vitéz, remek labdát kapott Almásitól, ki is használt ezt az itszert. 25-18-ra jönnek fel a vendégek, lemaradásunk lehet csak. Egy szép támadás, Nánási, ott a gól, így is van. Nagyon szép variáció volt. Almási megy föl, váratlan lövés, nem lette meg Svelgabit. Kende, Ádám, és ott a beálló posztján. Kodrik mutatta magát, kapta Lasztit, és gólt szerzett csapatunknak. Lizanec, német, Ádám kapta vissza a Kendétől. Haj, de nagy bejátszás! Ó, és még ott van a labda, Lizanec és gólt szerez, így is van. 28-18, megvan újra a közte 10. Végül is visszafújt a játékvezető. Végül, Zámbó. És egy átlövés és egy remek védés már részéről. Lizanec, egy az egybe, de szabálytalankodnak vele szemben. 28-18-nál,
tehát faraghatnak a 10 gólos hátrányukból. Zámbó be, és egy nagy zicser, amelyet Vég Olivér ki is használt. Itt tehát 9 gólra csökkentik a hátrányukat a vendégek. Nánási. Hajdalai bejátszás, Kutrik, ott az zicser és ott a gól. Szép volt. Nagy labda volt Lizelesztől ez a bejátszott labda. Jó vette észre, hogy Kutrik ott van a beállóposztján szabadon. És nem is ért bele senki, mutatja a játékvezető. Aj, de hosszú labda. Laci. Fogja is a fejét. Ádám, és itt az zicser, Laci nem figyel, és ott a gól. Hát gyerekek, hihetetlen, nem figyelünk. A Laci a fejét fogja, a csapat is. És ezt Mágó Armand kihasználta, és újabb gólt szerzett csapatának. Ez is előtt lőve, 29-20. 9 gólra csökken a hátrányunk. És vége, ebben a pillanatban vége. A mérkőzésnek egy biztos győzelem született ezen a Bicske seregélyes találkozón, amelyen a Bicskek 29-20-ra győztek egy teljesen laza, sima mérkőzésen. Még ilyen arányban is teljesen megérdemelt a Bicskeiek győzelme. Szép volt, fiúk, szép szezon zártatok. És ezzel megvan a Bicskeiek 5. győzelme és 10. pontja. Gratulálunk a csapat őszi szerepléséhez, és arra kérem a kedves tévénézőket, maradjanak még egy pillanatra velünk, hiszen a két edző véleményét hallhatják és láthatják. Kedves nézők, a Erdélyi Miklós látják a seregési csapat játékos edzőjét. Milyen egyébként így kívülről nézni egy mérkőzést? Te tudom, játszol, bent sokkal könnyebb, mint kint nézni. Hát a csapatnak könnyebb. Nekem nem annyira, mert ugye ilyenkor az emberbe dolgozik az, hogy ő mit csinált volna adott esetben a falban, vagy éppen a kint a húzásnál. Tehát ez így nehéz dolog, de most nehéz volt a fiúknak is. Tehát hogy a labdarúgók fogalmaznának ennél, hogy tanulságos mérkőzés volt, csak fejben elfáradtunk, nem sajnos a fiúk az elmúlt 10 hétben összesen 3 edzésen vettek részt. Ez látszott az előző 2 mérkőzésünkön is. Én nagyon örültem, hogy egyáltalán abból a majdnem 20 gólból visszajöttek így 9-re, de több lenne bennük, hogyha egész lenne a csapat, hiányzik 3 játékosunk még. Valójában talán ennyi, hogy nincsen bennük az edzés. A szünetben szemtanúja, fültanúja voltam, hogy egy kicsit leteremtetted a játékosokat. Érthető, mert én is úgy vagyok, ha valaki elmegy idegenbe, akkor úgy jön el, hogy mások szórakozását ne tegye tönkre. Tehát ez valószínű, hogy hatott, mert hallottam, hogy erőteljesen, agresszíven mondtad, kérted őket, hogy játszanak és ne linkeskedjenek. Így volt ez? Így van, gyakorlatilag közöltem velük azt, hogy ha így akarnak játszani, akkor felesleges felmenni még egyszer a pályára, felesleges a jövő héten kiállni a Sárbogárda ellen, mert ennek semmi értelme, elrontjuk a hétvégénket ezzel. És általában egyébként ez szokott hatni a fiúkra, amikor én leülök, nem szólok egy szót se, akkor valahogy elindulnak a dolgok, összeszedik magukat, és aztán utána már elfogad, tehát próbálják azt csinálni, amit mondok nekik. Valójában hiányzik, az nincsenek fizikálisan ott, nagyon sok edzést kihagynak, mindenki munka, sérülések. Jó, de gondolom komolyabb célkitűzésetek nincs azért a csapat előtt. Nincs, valójában nem terveztük azt, hogy mi nyerjük meg a bajnokságot. Nekünk már ez is jó, a tavalyi kapus nélküli gyakorlatilag 2 ponttal zártuk tavaly a bajnokságot, most 6 pontunk van, tehát ez már mondhatjuk azt, hogy ez egy hatalmas előrelépés a csapatnak, de valójában elvileg a játékért járnak össze, vagy járunk össze. Most valahogy elcsúszott már ez az egész, tehát mindenki fáradt, mindenki belefáradt a dolgokba. Volt egy minden idők legnagyobb vereségét szenvedtük el ezt megelőző fordulóban a magyar a Rácalmástól, tehát gyakorlatilag még a csapatnak nem volt ekkora veresége. Megvolt a csapat, teljes csapat volt, egyszerűen nem tudtak. Olyan enervált játékot produkáltak, hogy saját, mint ahogy itt is lehetett látni, ugye, hogy gyakorlatilag saját magukat verték meg a szerencsétlen falba lövöldözésekkel, meg a labdadugdósással a falba. És a Bicske meg jó, gyorsan leindult, a zicsereket kaptuk. Köszönöm szépen a rövid értéke, és további sok sikert a csapat. Szépen. Viszont kívánjuk a bicskei nézőknek pedig azt, hogy jó csapatuk van, menjenek szurkolni minél többet. Bármi is elmondhatnánk, hogy sokan kijönnek seregélyesre, valahogy nem kultiválják a kézilabdát nálunk.
Azért van, hol játszanatok, terem az persze, van. Azzal nincsen gond egyébként, tehát ilyen szempontból megvan támogatás, egyszerűen a város vezetése nem patronálja a csapatot, és nem is nagyon tudnak a városiak arról, hogy van kézilabda egyáltalán seregélyesen. Ez valaminek a okozója, vagy valami gond van akkor emögött, nincs eléggé propagálva a csapat? Az egy ilyen tollaslabda paradicsom valójában a seregélyes, ott aki az edzője a tollaslabdának, az utánpótlás edző is, de tulajdonképpen ott az a fő sportág, és így valahogy nehéz nekünk labdába rúgni. Próbálkozunk, tehát van, aki örül nekünk, de nincs ilyen nagy szurkolósereg, mint itt Száron. Köszönjük a jó kívánságot, további sok sikert! Köszönjük szépen, viszont minden jót! Ádám László, a Biskek csapat játékos edzője. Laci, gratulálok a mai győzelmetekhez. Te hogyan tudnád értékelni a mai mérkőzést? A mai mérkőzés megmutatott mindent a játék szépségéből. Meg volt a hullámhegy, hullámvölgy. Az első fél időben nagyon szervezetten, nagyon zártan, kompaktan védekeztünk, ebből rengeteg labdát szereztünk, és nagyon komoly különbséget tudtunk közé tenni. A 12 gólos előnnyel fordultunk. A második fél időben viszont szétesett a játék az első 15 percbe, 20 percbe. Utána tudtuk rendezni a sorainkat, és újra visszaálltunk a játékba, és ebből kialakult egy szép végeredmény, egy jó mérkőzésen, hajtós, korrekt mérkőzésen. Milyen lehetett annak a oka, hogy szétesett a játék, a cserélgetéseknek, vagy az, hogy az ellenfél kicsit összeszedte magát? Jellemzően inkább a cserélgetésnek. Az ellenfél is ugye egy kicsit észbe kapott, tehát most már második fél időben egy kicsit összeszedettebben, fejben jobban jöttek ki, de a cserélgetések, hogy egy kicsit összekevertük a játékot, mert ahogy a szezon közben is megmutatkozott, ugye nincsen akkora játékos állományunk, hogy kibírjunk egy sérülés hullámot, vagy egy olyan munkaidőbeosztást, amikor a csapatnak a nagy része nincs itt, ez az edzés munkán is meglátszik. Ez jött ki a második fél időben, az első fél időben pedig pont az a játék vagy labda hiány, ami ilyenkor jelentkezik a játékosoknál. És a mai mérkőzésen nem hiányzott senki sérülés miatt, vagy voltak a csapatból távozók? Távozók nincsenek. Hát sérülést ezt úgy kell érteni, hogy a Weigli Viktornak elszakadt a térde. Megműtötték nem olyan régen. A Schulman Tibit most már lassan másfél éve nélkülözzük. Ugyancsak keresztszalag szakadással a Molnár Jani, ő ma családi okokból nem tudott itt lenni. Igazából azt mondom, hogy azon kívül mindenki, aki itt tudott ma lenni, a 100%-ot nyújtotta, szívvel, lélekkel oda tette magát. Ma olyan játékosok parádéztak, akiktől nem is számítottunk erre. Én valahogy úgy konferáltam, mert néha úgy elgondolkodva, hogy ez olyan könnyed edzőmeccs nektek. Az első fél idő az úgy is volt, mert a védekezésünk annyira jó volt, annyira tömör volt a védekezésünk, hogy rengeteg, tulajdonképpen könnyű gólt szereztünk, tehát rendezetlen védelem ellen szereztünk gólokat. A második fél időben, amikor viszont játszani kellett, pont azért, mert az első fél időben rengeteget futottunk, és kevés szervezett játékot kellett játszunk, ez a második fél idő elején, amikor viszont nem voltak futásaink, ez érződött a akadozó játékon. Lassan a bajnokság feléhez érkeztek, hogyan tudnád röviden összefoglalni a csapat eddigi teljesítményét? Mondom, a teljesítményünk az jellemzően azon múlik, hogy a játékos állomány, akivel meg tudunk jelenni edzésen, mérkőzésen, az hogyan néz ki. Munkahelyi elfoglaltságok, sérülések, ezek befolyásolják, és mivel nem vagyunk 24-25-en, csak ilyen 16-17 fős keretünk van, ezért, hogyha 5-6 hiányzónk van, az már jelentősen érződik a játékon, pláne akkor, hogyha esetleg olyan játékosok hiányoznak, akikre felépítjük mondjuk a taktikát. Most én nem tudom, hallottam egy célkitűzésről, hogy igaz az, hogy a első háromba szeretnétek lenni? Most már szeretnénk egy érmet összeszedni, de az idei szezonunk az inkább azt mutatja, hogy az erős, a negyedik hely, a stabil, biztos negyedik hely az meg lesz. Hogyha a második fél évben, tehát a szezon második felében kevesebb hiányzóval tudunk játszani, akkor odaérhetünk a harmadik helyre, igen. Szeretnénk egy érmet, de nem kiabáljuk el, tehát elégedettek leszünk azzal is, hogyha borsot törünk mindenkinek az orra alá. Köszönöm szépen. Van-e még valami üzenivalód a kedves Biskei tévénézőknek? Szeretettel várjuk őket a mérkőzéseinken. December 8-án Ercsiben játsszuk az utolsó őszi, hát a karácsonyi szünet előtti fordulóink, az utolsó mérkőzéseinket, és utána márciusban kezdünk itthon. Szeretettel várunk mindenkit, akik eddig voltak, őket is, akik pedig még nem voltak, őket pedig azért, mert remek hangulat, családias, jó kis baráti társaság, úgyhogy a mérkőzéseink is olyanok. Gratulálok a mérkőzéshez, illetve a győzelemhez még egyszer, és további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen.